Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdv a csatornánk, éppen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 22 része. Benne vagyunk a nyárban, júniusban gyerekek, és meg kell, hogy kövesselek benneteket, akik írták, hogy a Farming Simulator 22 az nem rossz játék, és grafikailag is nagyon rendben van, mert ahányszor belépek ebbe a játékba, és meglátom ezt az MTZ-t ezekkel a likító szirekkel és ezzel a koszolódással, amik nem csak ilyen statikusak például, hogy ugye így elkezd egy öntetően koszolódni, hanem például a fő van csapadva a sár, meg ilyen tök változatos, meg még ráadásul ugye a festése is romlik, és kíváncsi vagyok, hogy hogy fog majd kinézni rozsdásan. Ja, a malcaink azok meg esznek szépen, egy dologra nem jövök rá, úgyhogy majd arra írjatok. Hát te meg az ajtóba kell, hogy itt dögöljél, mi van? Ennyire jól laktál? Hát ez meg tízei, ez meg itt elvonult, gyerekek, ez valamit termel szerintem, amit meg akar szökni. Egyébként azt tudjátok, hogy a malacok azok konkrétan nagyon értelmes okos állatok, azt mondják, hogy talán még a kutyánál is értelmesebbek, ugye nagyon sokan tartanak kicsit törpe malacot, például azért, hogy ugye ázi állatnak lakásba, és a malac az egyébként tök okosan tudja, hogy hogy kell szobatisztának lenni. Nekünk voltak régen malacaink, mármint disznóink, és arra emlékszem, hogy még tanítás nélkül is nálunk a disznók azok úgy csinálták, hogy ugye hagyományos faolba voltak, és volt nekik olyan részük, ahol aludtak, és egy helyre piszkítottak, egy helyre szartak konkrétan a malacok. Nem csinálták azt, hogy, így, hogy abba feküdtek, meg mit tudom én, hanem így, így próbáltak így elszeparálni azt a részt, ahol ők üritettek. Tehát nem úgy kell elképzelni a malacot, főleg a városiaknak mondom, hogy az ilyen extrém buta lenne, tényleg háziállatnak tartják. És én benn vagyok egy csomó ilyen malacos fórumban, mert mikor gondoltam, hogy megveszem a Sanyit, akartam egy háziállatot, én nagyon sokan gondolkoztam rajta, hogy malacot vegyek, csak egy baj van az ilyennel, hogyha veszel egy ilyen törpe malacot, akkor néha el szokták cseszni az embert, és elég kellemetlen, amikor a törpe malacot nem törpe lesz, hanem ugye megnő mondjuk 200 kilósra. Oké, hát le lehet vágni, de szerintem ami a szobában együtt éltél a kis ázi állatod, de lehet, hogy annyira nem szívesen ennél belőle utána, érted? Na, gyerekek, június van, nézzük meg, hogy van-e új, más jellegű munka, és egyébként egy csomó mindent kéne csinálni. Egy kedves nézőm felvetette, hogy megcsinálhatnám azt, hogy lekaszálom ezt az egészet, és akkor össze tudnám rámolni, és akkor ugye a füvet el tudnám adni, de azt lehet, hogy most nem fogom megcsinálni, legalábbis először megnézzünk itt egy-két dolgot. Például arra vagyok kíváncsi, hogy az állatoknál, igen, van nekik bőven tápanyaguk, és nézzétek, szaporodás 25%-on áll már, tehát vemhes a kicsike, az anyadisznó vemhes, és konkrétan 4 hónap múlva meg fogja szülni, nem tudom, egyet szaporodik? Hát egy disznónak többet kéne, nem? Nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog ez megvalósulni. Viszont még egy dolog, gyerekek, hol van a izé? Körülmények, víz. De várjál, hát kell lenni a izének is, gyerekek. Mármint nem kellene őneki lennie tisztaságnak? A malacoknak kéne lenni tisztaságnak. Ezt nem értem, ezt valahogy írjátok meg, vagy valamit mondjatok erről. Na, nézzük meg, hogy milyen munkák vannak. Még mindig ezt a bálázást ezt nagyon-nagyon erőlteti. Van talajlazításunk, van trágyázásunk, van trágyázásunk. Én jó. Talajlazításunk van egy régebbi John Deere-rel, lehet, hogy ezt meg kellene csinálni nagyon gyorsan, 44-es terület. Ami azt hiszem, hogy igen, itt van a 44-es terület, ezt azt hiszem, hogy ezelőtt is felajánlottak, csak nem, ugye nem csináltuk meg. Úgyhogy akkor lehet, hogy nyomunk egy talajlazítást 44-es területen már csak azért, mert akkor tudnék egy kis pénzt termelni. Kellene vennünk ugye mindenképpen, hát figyeljetek, lekaszálhatnám a területet, akkor meg lenne a kasza abból. Úgyhogy gyorsan talajlazítsunk egyet, csináljuk meg ezt a munkát, vagy clear-eljem, és dobjuk fel, de általában mindig ugyanazokat adja fel, mindig ugyanazokat adja be, úgyhogy nem annyira érdemes ugye variálni. Egy valami, mint hogy kimarad volna egyébként ebből a játékból, így az évszakok terén, nem tudom, hogy azt észrevettétek-e, vagy pedig csak nekem tűnt fel, vagy nekem elsiklottam felette, de egyik hónapban se virágoztak a fák. Azt így vágjátok? Mármint nem volt az, hogy ilyen virágba borultak volna a fák, vagy hát valamilyen szinten kellett volna. Felénk is egyébként ugye akácerdők vannak itt Zalában rengeteg, és konkrétan az először úgy van, hogy ugye hófehér az egész erdő, az akácvirág ugye ilyen fehér, utána meg kezd zöldülni, átvált zöldbe. És utána ugye barnába, meg sárgába, hogy ugye hullatják a leveleket, de van egy stádium, amikor hófehérek.
És minden fának van virága, jó persze, valamelyiknek nem olyan feltűnő, de hát azért valamit kellett volna, nem? Én legalábbis nem vettem észre, hogy kivirágoztak volna bármelyik fa is. Ez meg úgy számomra egy kicsit olyan érdekes, ez így. Na, gyerekek, gyors kultiválást csinálunk, mert miért ne? Egy régebbi típusú John Deere-rel, ami 78-10-es. Ez gyerekek, írjátok már meg, hogy ez szerintetek ez mikori Johnny lehet. Kíváncsi lennék. Ez, én amire tippelnék, az ugye 2000-es évek eleje. Ó, és nem automata váltó, ami hát valahol örülünk is neki, meg valahol annyira nem is, mert most meg már kezdem megszokni gyerekek az automatát, higgyétek el. Esküszöm, most meg kezdi már megszokni képpel az automatát itt. Na, szépen rátolunk. Annyira tudunk. Hát ez nagyon-nagyon túlzásba is esett a keeper. Jó, szerintem kb. Jó. Arra is próbálok figyelni, hogy tényleg úgy szó. Ó, gyerekek, szép ez. Ó, traktor színe zöld. Hoppá, nem akartam beugrani. És a kábeleket is ugye kéne csatlakoztatni. Jaj, a tökömre ráengedtük ezt az... Igen, most azért nyekereg már nincs fölemelve, ugye? Oké, okay, tolassunk hátra, aztán próbáljuk meg fölvenni akkor ezt. Milyen pici súly az, gyerekek, az? Ez egy nagyon ki van találva, ilyen nagyon muszáj az egyébként, ez a súly nekünk. Soha nem használok a farming szimulátorba súlyt, aztán nem lehet, hogy nem véletlenül erőlteti annyira. Na hát ezt most így lásd meg ettől a nagy ortól. Ja, nem is volt olyan rossz. Ez nem egy túl nagy súly, ez mekkora, hány kiló lehet rajta van? A szart nem nagy. Hát ez valami 580 kiló, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy pontosan mekkora lehet. Jó. Felemeljük, aztán veretjük is neki. Úristen, nem néztem meg rendesen, hogy melyik föld. Elvileg... Húha, itt a... Ott van, valamerre arra. Pakoljuk fel a sebességeket. Elvileg itt jobbra kell elmennem, és hogyha jól emlékszem, így a... A garástól a második. A garástól a második. Vagy nem a garástól, hanem bolttól a második föld. Na, meglátjuk. Hát talán nem rossz. Rosszat fogok nekiállni kultiválni. Jön egy autó. Meg amúgy is top tábla van. Nem mondod, hogy megálltál? Bazza, majdnem rámentem. Pont így volt, beesetünk egyszer egy haverral. Mert azt hittük, hogy bazza, elmegy előttünk az autó, és a haver így nézelődött jobbra-balra, és ugye tök abban az van benned, hogy hát miért állna meg ott előtted egy autós, és úgy ugyanígy megállt, és haver meg nyomott egy kövér gázt, az dír. Neki durrantott az autósnak, és csak néztünk, meg ő is nézett, hogy what the fuck? Mi a szarnak álltál meg? Gyerekek, most aztán fogalmam sincs, melyik volt a 44-es. Gyerekek! Nem jövök rá. Ó, várja, kis úton bemegyünk itt, azt meg... Hallod, nem néztem meg normálisan, hogy melyik földre kell jönni. Jaj, te hülye gyerek. De valószínűleg nem kell kikultiválni, érted olyat, amit el van vedve. Én úgy emlékszem, hogy ez volt ez, nem? Növekszik. Aha, nem, ott följebb van, figyeld meg. Arra följebb lesz. Úgyhogy itt végig gondolunk sajnos. Szerintem ott lesz följebb. Ez lesz az, gyerekek, figyeld meg. Hallod? Egyébként ez tök jó, hogy így megtanulod. Szinte megtanulom már, hogy melyik a 44-es föld, melyik ez, melyik az. És akkor ott, gyerekek, csapjuk neki, mint az őrültek, jó? Nem tudom, hogy milyen fokozatba menjünk. Szerintem egy harmadik osztóműbe. Hát ez majdnem kevés neki, jó? Bírja. Bírja, gyerekek, ebbe kell menni. Megint nem néztem meg, hogy érdemes csinálni a földet. De mindenképpen lehúzzuk a körbe. Á, nem bírja. Jó, van, vissza egyet. Ez meg már sok. Jó, figyeljetek, ezt szerintem csinálhatom is így, jó? Gyerekek. Tudom, hogy alok, hogy ez hogy lenne érdemes.
Hát, megmondom őszintén, srácok, hogy csalódok ezekbe a gépekbe. Mármint pozitívan. Ennek is olyan kicsi fordulókere van, mint az állat. Ugye a fent össze-vissza dicsértem, hogy hú de jó, hú de jó. Ezt rá kell, hogy jöjjek, hogy nem igazából a fent volt nagyon jó, hanem ezek az új gépek, azért az újabb gépek, ugye, ezeknek már nagyon kicsi fordulókörrel tudnak dolgozni. Szerintem ebbe az irányba bőven jó a kultiválásunk. Lehet, hogy előre meg kellene csinálni a két végét, és akkor lenne olyan helyem, ahol tudok fordulni. Szóval azt mindjárt meg is csináljuk. Csinálunk egy olyat, hogy ezt így szépen kiemelünk. Visszatolunk. Ezt csinálunk egy olyan helyet, ahol ugye tudok fordulni. Jó, gyerekek? Ezt akkor nem kell mindig kimennem a szomszéd földre. Itt a valóságban se való, nagyon örülnének neki biztos, hogy a, mit tudom én, a répát kitipornád a szomszéd földön. És mondtátok, hogy kultiválásnál nyugodtan csinálhatom azt, hogy előre megcsinálom ugye a szélét. Nem kell utólag. Itt volt az út gyerekek ez a ide, ez a földhöz. Ilyenekre is jó lenne figyelni szerintem. Nem gondoljátok, srácok? Hogy ilyen is tök jó lenne. Egyébként annyira megszoktam az automata váltót, most meg az szokatlan, hogy ezért nem kell egy manuál változnom. Komolyan mondom, srácok. Tényleg nagyon szokatlan. Hoppa. Fenyőfára nem megyünk neki lehetőleg. De sikerült meg mennem. Ja, oda nézzük, milyen kerékszögek vannak itt már. Ja, olyan kerekszögek vannak, mindig meglepődök, hogy milyen kicsi részen meg tudsz fordulni, de ez tök kellemes így. Jó, csinálunk egy oda-vissza, megcsináljuk előre a szélit. Egyébként ugye fordulni is lehetne ezzel a függesztett eszközzel, gondolom azért nem olyan nagyon kicsi ívbe, de hogyha akarnék, akkor azért tudnék vele fordulni. De azért szerintem inkább így én, nem tudom, ilyen eszközt például mindig úgy szoktam látni, hogy ki szokták emelni. Jó, még egyet megyünk gyerekek. Ezt utána akkor nekiállunk húzni lefelé, jó? Mondjuk a másik oldalt is, hát jó lenne. Ugye a másik végét is. Szerintem. Ugye minden kevesebbet kéne tolatgatnod, annál gyorsabban tudnál dolgozni. Bár múltkor láttam egy voltrát kultiválni, az mindig azt csinálta, hogy egy nagyon gyors tolata, nagyon gyors ilyen Y-szerű fordulással csinálta a végét a földnek. Szóval nem csinálta, mondjuk úgy volt a föld végén, de gyorsan csinálta egy olyat, kiemelte, gyorsan kiszedte jobbra, utána visszatolatott balra, aztán már engedte is bele ezt indult is. Úgyhogy egész jól ment. Hú, egy kicsit a hajtókarok lehet, hogy izének feszülnek. Keepernél. Né. Nem durrantunk bele abba. Figyeljetek, fölmegyek ezen a szélen, és akkor a másik végét is megcsinálom, szerintem az lesz. Úristen, jó ez a széne meg ilyen izés? Ilyen szar. Ó, gyerekek. Úgyhogy várja, akkor fölmegyek. Ezt a megnézzük. Ez a vége ilyen nagyon szar. Ilyen össze-vissza. Meg belóg a fa. Ezt mondjuk jó kezdtem meg, látod? Mert így, hogyha keresztbe csináltam volna, akkor ilyen bokros részek minden gyakorályozott volna, így meg nem nagyon fog. De belökjük hátra, aztán jó lesz az ilyen gyerekek. Ha valamit át kellett volna állítanom, csak most nem akarom már egy gameplaybe, ugye az irányváltást. De lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy gyerekek, az irányváltást átállíthatnám? Nem nagyon haragudhatok meg, ugye? Mert például nagyon sokat kell tolatni, és tök idegesítő, hogy az irányváltásom az motorelindítás, kormányzásmód. Várjál, izén van, space-en van, akkor keresünk olyat, hogy space. Space. Hol van? Valaki látja? Daru. Nem látom, hol a space. Biztos én nem vettem észre, mi?
Hol a space? Szóköz. Mi az? Ja, az ugrás, nem jó. Nincsen olyan, hogy space, hol van? És komolyan, szóköznek van írva. Szóköz, látjátok valahol szóközt? Hallod, én abszolút nem látom. Na, ez tök idegesítő egyébként. Van, és kontroll. Szület, itt van. Ja, az nem. Ah, hülye vagyok. Insert, törlés, szóköz. Iránymódosítása. Az a váltóknál van. És akkor ezt a játékvezérlőnél meg kell találnom. Itt lesz. Iránymódosítása. Na, ezt nekem rá kéne raknom valamire. Jó, elvég rárakt, a 28-asra raktam. Hát remélem, hogy működni fog. Irányítás elmentése. Oké. Na, gyerekek. Aha, működik, jól van. Bocsánatot kérek, hogy ezt így eltököltem ezzel. De muszáj volt, hogy az irányváltásom legyen kéznél, mert különben nagyon nyűgös, hogy mindig ugye a billentyűzetre kellett kimennem space-ért. És akkor ráraktam így, hogy konkrétan a váltókarom van egy gomb, mindegy ilyen tűzgomb, és akkor így, hogyha megnyomom, akkor irányváltás az rajta. Ezt baromi gyorsan tudok majd tolatgatni, majd mindjárt most kipróbálom. Okosba. Oké. Hát ez így, na, ez így baráti. És konkrétan ennyi az egész. Á, nagyon jó. Nagyon jó, gyerek. Nagyon jó. Így. Hátra. Ó, nem kell lenyúlgatnom. Jó, szuper így. Még jó lett. Na, egy kicsit kell... Pont egyébként ez a D fokozat, az épp, hogy elviszi ezt. Ugye 16.000-en, vagy 1600-on pörög a motor. Szerintem annyira nem rossz ez, mert nem tűnik olyan túl kevésnek, csak néha, amikor ilyen nagyon nagy emelkedő van, akkor azért vannak bajok. Ja. Gyerekek, lehet, hogy ezt le is fogom itten futni vele. Ugye a legszélébe. Tudod a gond, hogy ezt most kénytelen vagyok így mit csinálni. Hogy a fák belógnak, mert teljesen itt ki kell húznom a szélét. És tudjátok, mit csinálok? Lemegyek teljesen egyenesen, és majd, hogyha maradékot, amíg van egy ilyen beugró rész, ezt megcsinálom. Jó, most vagyunk a beugró részbe, értem. Akkor semmi gond. Jó. Hát itt el tudok ezzel fordulni? Itt szabályos gyerekek, hogy is nem forgok vele? Kérjél az energiát minden esetre. Oké, gyerekek. Na! És meg kellene indulnom a másik végén oda-vissza, ahogy szépen kell. Most hogy megpróbálunk egyívesen elfordulni. Most már csináltunk akkora helyet szerintem, hogy mind a két felén. Talán tudok nyomni egy egyíveset. Természetesen fölemelt eszközzel. Okay. Eszköz le. Padlógáz mer itt kérni. Mi? Az a nyomtam eszköz le. Akkor most mi volt ez? Beragadt a kar, gyerekek, vagy nem tudom mi történt. Na. Induljunk meg! Ez az! Le se szállnak a gázról! Ez kevés gyerekek, C-be kell! Hát így meg pörög, mint az Isten nyíla, arra baj, látjátok?
Na próbáljunk meg egy időt, egy egyíveset. Kiszedjük jobbra. Eszközt természetesen kiemeltem. Itt azért van hely megfordulni. Hát túl korán emeltem ki az eszközt, úgy látom. Oké, leengedjük. Ezt mehetünk le. Itt dobok neki egy sebességi fokozatot. Lefele déve simán elketyeg. Nézzében nem akar, fölfele nem szereti ezt a D-t, ugye? Osztómű 3 és D sebességi fokozatban vagyunk. Ez egyébként tökéletes lenne, sík terepen. Csak akkor nem nagyon szere... gyerekeim, nem kell megfordulni a bizony egyébbe. Már biztos, úgyhogy akkor tovadgatom. Nagyon nagyot kellene ugye leszednem ahhoz. Na figyeljetek, ez szerintem ez semmi probléma nincs ezzel. Tehát itt muszáj gyerekek, itt muszáj fölfele nyomnom neki. Mert amúgy nem akar itt följönni. Még pohár tartó is van ebben a gépben gyerekek. Nem ide nagyon király. Oké. Okay. Itt menni fog az egyéb. Szépen, úgy vissza. Egy sebességi fokozatot föllökünk. Lefele szépen a D-t. Szépen a D-t elviszi. Jó van gyerekek, szuper. Megcsináljuk ezt, lesz pénzünk. Azt valószínű, hogy egyébként veszek egy kaszát. Nagyon gondolkodok azon, hogy vegyek kaszát. Mert akkor le tudnám kaszálni, egy nagyon kedves néző ajánlotta, hogy ezt csináljam meg ezt a kaszálást, ha már egyszer úgyis ott van az a fű, akkor miért ne? Itt csak igaza van. Egyébként. Mert az eszköz, ez az. C-be visszarántjuk. Kéri az energiát. Repítjük a hengerfejet lefelé. Hadd habozzon az olaj. Hadd habozzon. Nem tudom, a disznók azok miért nem termelnek trágyát. Úgyhogy egy kicsit lehet, hogy be fogok szívni ezzel. Nem vagyok benne. Nem egy nagy öröm akkor, hogyha ez így fog működni. Tudjátok, mi lenne jó ezeket a bérmunkákat csinálni, de úgy, hogy úgy lenne jó csinálni ezeket a bérmunkákat, hogyha lennének nagyon nagy eszközeink, és azokkal azt kihozni, érted, nem? Mert akkor az lenne nagy tárcsám, meg akármicsoda. Ennyire egyébként az MTZ-be is kijöttem volna kultiválni, nem? Na, körülbelül ekkora eszközöm van nekem is. Jó, ha lenne nagyon széles tárcsat például, akkor háromszor lehúznál ezt, aztán meg lenne egy, hogy lehetne pénzt keresni, csak saját eszközöket kellene venni, ugye. Jó, hát ez nem lenne rossz. Egy ekkora tárcsa vagy itt ezt végig kettyegni. Arra figyeljünk, hogy mikor érzi úgy, hogy elkészültünk, aztán akkor nem kellene azt csinálnom, hogy... Akkor nem kellene azt csinálnom, hogy teljesen ilyen hibátlanra elvégzem. Nem? Jó, hát maradunk ebbe a C-be egy kicsit. Nem tudom, a 2200-as fordulat egy ilyen John Deere-nak írjára, meg gondolom egy kicsit lehet, hogy sok. Hát, az nagyon pirosban vagyunk, csak ugye, hogyha visszaváltok egyet, akkor meg szegény nem akarja itt felhúzni. De lehet, hogy egyébként inkább legyen kicsi a fordulatszám, mint nagy. Még ugye nem muszáj taposnom neki, mint az őrült. Ott van a vad! Hurkóni kéne, gyerekek, hurkóni. Jó, itt mehet a D. Varjú! Gondolom a vadokat nem lehet elütni. Hát már egyből arra gondol a paraszt gyerek. Gondolom a vadokat nem lehet elütni. Pedig de jó lenne, mi? Megpróbálunk D-be fölfele fölcsullankodni most ezután.
Nézzük, hogy ez mennyire fog menni. Jó, hát most már, hogy ugye instant így meg tudok fordulni, nem kell folyamatosan a billentyűzetre nyugkálnom. Itt nem olyan rossz. Na, megpróbáljuk azt a D-t. Nyomjuk neki, nyomjuk neki. Egyébként itt fogy el az energia, itt a dombnak a közepén. Nem, hát ezt ennyire nem szabad erőltetni. Most ilyenkor nem az olajfor, hanem a hajtókarok bazán görbülnek a blokkba. Múltkor volt egy ilyen, hát jó múltkor volt. Nem tudom, ismeritek-e Göbit a Speedzone-tól. Neki volt jó múltkor egy ilyen motorokról, motorok működéséről, és hogy tudod tönkretenni a motorodat. Típusú, hát egy ilyen szeminárium-szerű, egy ilyen beszédje, és ott taglalta azt, hogy azt, hogyha alacsony fordulaton járatod a motorodat, az lehet, hogy... Ó, de nem akartam külső nézetet nyomni, gyerekek. Bocsánatot kérek, hozzá. Izét akartam eszközt leengedni. Bocs. Megbeszéltük, külső nézet nincs. Őnek ültaglalta azt, hogy inkább jobb, hogyha magasabb fordulaton járatod a motort, mint hogyha nagyon alacsonyan és nyomatékból próbálsz menni. Tehát így nagyon alacsony fordulaton, és nyomod neki a gázt, és akkor így szenved a motor. Sokkal nagyobb erőhatások érvényesülnek akkor a csapágyakra. A csapágyak azok azért készülnek, hogy forogjanak. Ugye, hogyha egy motort járatod nagyobb fordulatszámon, akkor nagyobb erőkifejtés nélkül dolgoznak az alkatrészek, mondjuk ugye a motorba. De ha például azt csinálod, hogy ilyen próbálod ilyen nyomatékból küldeni a... Hát mondjuk beszéljünk személyautókról, vagy mondjuk motorokról, hát akármiről is, amiben belső égésű motorra van, akkor ugye a csapágyakra sokkal nagyobb olyan erőhatás hat, olyan sokkal nagyobb erőhatást kapnak, amíg nem a forgás miatt kapják, hanem ugye gyakorlatilag ilyen nyomó hatást, ami nem biztos, hogy jó. Mert hát igazából a motort kitalálták arra, hogy forogjanak benne az alkatrészek, nem arra, hogy oldal irányba így feszüljenek folyamatosan. Úgyhogy inkább a nyomaték jobban tönkreteszi a motorodat. Arról nem is beszélve, hogy könnyebben hordósodnak a hengerek. Hogyha ugye a hajtókar ilyen extrémül van terhelve a motor belsejébe. Úgyhogy ez igen érdekes. Én egyébként mindig alacsony fordulatszámon szoktam használni az autóimat. Ugye elég hamar el szoktam váltani, tudjátok, és akkor így... És akkor jó alacsony fordulatszámról szoktam tolni. Persze minden egyre motornak megvan a karakterisztikája, most ezt ne egy ilyen nagyon általánosan értsétek, de azért gondolom így érthető, hogy mit akarok mondani. Mindig nagyon alacsonyan el szoktam váltani személyi autóval, amikor közlekedek. És akkor utána így gondolkoztam, hogy Úristen, hát ez nem is biztos, hogy annyira nagy ötlet. Főleg amikor ilyen dízelem volt, meg turbodízelem, természetesen azt alacsonyabban kell járatni. Ezekkel triviális dolgokat nem akarok itt felhozni, mármint értem én azt, hogy működnek a motorok, meg hogy mit melyik fordulatszámon kell, vagy ajánlott járatni, de... Dízelnél is például el szoktam váltani szinte alapjárat környéken, azt onnan szoktam meghúzatni. Az nem biztos, hogy annyira jó, hanem inkább egy ilyen... Jó, nem alapjárat környéken váltottam el azért azt föl, de lehet, hogy jobb, hogyha egy kicsit meg van pörgetve, és akkor váltod át, és akkor nincsenek olyan, nem lépnek fel olyan erőhatások a motoron belül az alkatrészekre, mint hogyha normálisan használod, pörgeted. Ugye nagyon sokan például a fogyasztás csökkentése véget is ugye alacsony fordulatszámon használják az autójukat. De hát ott is, ha rá kell lépned a gázpedálra, hogyha akarsz valamit, hogy menjen a verda. Gyerekek, hány százaléknál vagyunk? Nem írta még? Egyébként tudom, hogy elhagyok ilyen nagyon kicsi kis sávokat, de ott rohagyom meg, hogyha megvan a 100%, akkor már jó lesz. Egyébként esőre áll az idő.
Szóval jó, napsütés van még, azt írja, de nem sokára rövidesen eső lesz. Ott az irányváltó kapcsoló, egyébként látjátok, hogy mikor rakok hátramenetet, meg mikor nem, ott bal oldalán a kormánynak, mint egy ilyen bajusz kapcsolószerű, akár micsoda akar lenni. Hát szerintem a fele már bőven megvan, ugye, főleg úgy, hogy körbe is húztuk. Csináljuk gyerekek, melózni kell. Az lenne jó, hogy tényleg lennének nagy gépeink, kellene gyűjteni egyébként nagyobb gépekre, és akkor rá lehetne menni a bérmunkára nagy gépekre. Ugye nekünk nincs szükségünk nagy gépre, de viszont bérmunkázom, és egy kilovetszel lesz már régen leúsztad volna érted. És akkor tök jó pénzt keresel. Nem? Az se lenne egy hülyeség. Mármint így ezzel is tudnál elég jó pénzt csinálni, hogyha nagy gépekkel elmész bérmunkázni. Ezt nem muszáj neked azokkal a gépekkel, amiket ugye ő felajánl, hanem te újítod a saját gépeidet is. Hát most képzeljétek egy IH társaveli rábos tigerre. Ezt már mikor húztuk volna le ezt a földet, aztán akkor mehetnénk haza 3000 a zsebbe, vagy akármennyi. Aztán mindjárt kerestünk egy kis lóvét. Ugye nem tudom hány százalékon van, ugye elvileg meg is lehetne nézni, csak hát mivel nekünk nem lehet megnézni. Az mi ott egy turbonyomás mérő ott jobb oldalán, vagy mi? Mondjuk az a műszer az nem működik, ahogy látva. Azt meg kíváncsi vagyok, hogy az eszközök leengedését azt is, az is animálban van ebben a gépben, hogy mindjárt megnézzük, most engedem le. Nem, azt szerintem nincs animálva. Viszont itt lehet, hogy elhagytam egy sávot. Igen, igen, nagyon. Nagyon szűk ez az eszköz. Mögöttünk konkrétan olyan szűk, mint a traktor maga. Nyomjuk neki fölfelé. Rendesen harap a gép. Egyébként szerintem itt az emelkedő az még hegyesebbnek tűnik, mert most már lassan ebben a sebességű fokozatban is nem érjük el a fordulatszám csúcsot, ahogy nézem. Ilyenkor ugye természetesen azt közt kiveszem a földbe. Nem úgy fordulunk. Jó, ma koszosodik ez a gép. Na nyomjunk neki egy sebességi fokozatot. Úgy. A fölfele izébe kell, C-be kell jönnünk, lefele mentünk D-be. Így D-be 15 km per órával lazán elmegy, úgyhogy 1400-as fordulaton. Egyáltalán nem erőlködik fölfele, azért kerül neki a kaka jó. Na viszont most legalább figyelek rá, a szomszédnek a földjét nem nagyon tippom rá. Volt olyan mód, nem is tudom, hogy hol. Még a régen volt a kaukázis map, ott úgy volt, ugye 17-ben játszottunk bele, hogy a szomszéd földjét letiportad, akkor azt így rád HTK-zták, tehát akkor az úgy működött, hogy azt így vonta le a pénzedet, tehát átmentél a szomszéd földjén, akkor na menjünk már, bazzok. A szomszéd földjén átmentél, akkor ilyen bukta egy csomó pénzt. Attól függ, mi volt rajt, meg mennyit tiportál le. De egyébként az tök reális volt, nem? Hát ne tiport már a szomszéd földjét, bazza. Egyébként jó az a 900-as Hoppa, valamit elért a eszköz. Jó az a 900-as kormány átfordítás, kormányszög. De annyit kell tekerni a kormányt, hogy rendesen ide begörcsöl be azzal a biceps szemmel. Jó, figyelj, C-vel is lehet itt toposba lefele venni, úgyhogy ha nem nyomod nyílen a gázt, aztán akkor el lehet így evickelni. Igaz, hogy akkor leesik egy kicsit a sebességünk is. Egyébként elveszed a gázt, olyan szinten megfogják az eszközök a gépet, nem kell azon gondolkozni, hogy van-e motorfék, vagy nincs motorfék, mert abban a pillanatban megállsz, hogy benn van az eszköz a gép, mármint a kultivátor benn van a föld alatt. Úgy nép.
küldjük neki fölfele. Jó, hát már bőven megvan fele. Nem egyszerű, gyerekek, nem egyszerű. Mármint így elég sokat el lehet dolgozni. Nagyobb gépek kellenének, és tényleg akkor bérmunkát úgy csinálnám. Meg kéne nézni, mennyibe kerül mondjuk egy kirovec, nem? Bár saját magamnak nem biztos, hogy érdemes lenne megvenni. Mármint azért az hatalmas gép lenne az én területemen. Gyerekek, jó lenne, jó lenne. Figyeld. Jó lenne nagy géppel, ilyen tárcsázas, meg ilyen szántási műveleteket. Figyelj, szántási műveletre tudnád használni azt, hogy nem ekét veszel, hanem ugye a mélyrodítót. Azzal meg elég gyorsan le lehet rángatni, és a szántás az elég jól fizet. Majd meglátjuk. Viszont figyeljetek, gyerekek, ezerre, hogy mikor van vége. Én is próbálom, hogy magamat figyelmeztetem leginkább ilyenkor, hogy fölöslegesen ne kultiváljam itt ki a szemét is ennek a földnek. Amikor úgy gondolja a vevő, hogy már jó, akkor az elsünk. Aztán kellene venni valamit, eszközt. Jó. Azt hittem nem engedtem le, de leengedtem, jó. Hány százalék? Hát már bazen 70 százalék környéken kell, hogy legyünk. Na ugye körbe is van húzva, ne csak ezt nézzük, hogy itt jobb oldalt mennyi van már meg, hanem körbe is van rángadva. Gyerekek, ezekkel a kicsi kultivátorokkal iszonyatosan sok munka van. Ez nagyon durva. Mondjuk egy kirovetszel itt megfordulni, az megint egy élmény lenne. Nem? Hát figyeljetek, ez ilyen munka. Pont néztem, múltkor sétáltattam a kutyát. Körülbelül egy ilyen hasonló John Deere-rel dolgozott a srác. Öcsém, mondom, ezért itt el vagy vele. Körülbelül ekkora kultivátorral is. Nem is tudom hány kör. Ő is több tucat kört így menő végig. Úgyhogy azért lehet vele. Lehet küzdeni. Na, gyerekek, már itt vagyunk, nézd meg! Az útnál. Hát azért mondjuk még nem teljesen, de majd. Az úton megyünk végig hazafele, jó? Tényleg nem a földeken. Meg úgy kellene használni a föld... Kár, hogy nincs ilyen mód. Nem tudom, van-e ilyen mód, hogy be lehet-e kapcsolni, hogy ha a szomszéd földjét ledarálod, nem tudom milyen mód volt. Az emlékszem, 17-ben volt. Kaukázus mapon használtuk. Hogyha a szomszéd földjét letiprod, akkor fizessél érte, bazze. Azt hiszem, hogy a fűért nem kellett. De az összes többi termény az, hogyha letiportod, akkor vége volt. Sengedhettél. Kicsit félrelökjük a bokrot. Eszköz le. Jó, indulj. Jó, megint dolgoztunk egyet, hát a saját gazdaságunkkal kéne foglalkozni, csak sajnos ugye egy csomó minden nincs. És nem tudom, a malacok azok miért nem termelnek. Szart. Ezt írjátok meg. Miért nem szarnak a malacaink? Miért nincs ott, hogy tisztaság? Meg azt nem is értem, hogy tényleg ezt nem értem, hogy... Elvileg az etetőhelyre kellene ugye képződnie, ha jól emlékszem, a trágyának. Valahogy így működik, de hogy... Miért nem képződik, meg mi van, azt nem értem. Hogy a malacok azok nem termelnek trágyát, szerintem egy baromság lenne. Figyeljetek, az is jó lenne, hogy vennék egy birkaólat, vennék egy-két birkát, és a füvet nekik adnám, nem eladnám, mert azt hiszem egyébként elég szarára van. Az nem lenne rossz, gyerekek. Már lehet, hogy pont a nézőm az, és nem tudom, hogy most eladást mondok. Gyerekek, veszünk egy izét, veszünk, megpróbálunk annyit összekapni, nem tudom mennyibe kerül a legkisebb birkaól. Aztán ott van nekem füvem, azt nekint tudnám adni, gyerekek, az meg ingyen lenne. És akkor ugye a gyapjú út, ezt el tudnám adni, van itt mindenféle üzem. Ó, gyerekek, már meg is van a következő terv. Meg is van a következő terv, a birkákat is. Gyerekek, miért ne csinálnál mindenfélét? Hát figyeljetek, egy kicsi gazdaságban, veszünk két birkát. Vehetnénk tyúkokat is, meg minden, nem? Igazából mindent, ami így saját magamat így el tudnám tartani. Ugye van füvem, azt a birkáknak nekiadom.
Ha lenne trágya, nem értem a malacokból, miért nincs trágya, azt, vagy én valamit így benéztem, de gondolom írtátok volna akkor azért eddig, hogy figyelj, már hülye, a malacokból nem lesz trágya, de úgyhogy azért gyanús nekem, hát biztos írtátok volna, gyerekek. Figyeljetek, ezt azt csinálja a keeper, hogy itt ezt a sarkot is megcsináljuk. Nem tudom, nem értem. Na mindegy, birkákra mennék rá, meg egy kis tyúkot is tartanék. Bár tyúkok nem tudok mit adni, úgyhogy az egyelőre várhat. Jó? A disznóknak meg tápot fogok verni, úgyhogy ez meg így lesz. Úgyhogy ne lepődjetek meg, hogy itt meg van egy út. Én mindig egy útra jövök ki. Arra gondoltam, hogy akkor ezt így tudom csinálni, oda vissza, látod? Egyívesen szépen tudod fordulni, nem kell tökörészt, nem? Egyébként simán csinálhatnám ezt, tök mindegy, hogy kultiválsz. Láttam, hogy innen a határba, ugye, amit mondtam, kutyát sétáltatta, a csávó is úgy csinálta, hogy mit tudom én, bele volt húzva a közepébe egy csík, utána máshol volt belállva. Szóval most ez nincs nem centírás, hogy tök sorba menjél. Miért kellene? Mindig sorba. Hoppá, nem megyünk rá a répára, egy icipicit rájöttek elég. Mindjárt végzünk, aztán birka tenyésztés, gyerekek. Kellene egy kaszva, meg kellene igazából... Itt mi van? Itt erdő van? Lehet, hogy itt is vannak ilyen elrejtett dolgok. De természetesen lehet, hogy kifizetődő lenne, hogy mindig csinálom ezt a, az elrejtett cuccok keresését, de most igazából ez nem egy olyan játék, szeretnék azért dolgozni is. Hát egy farmot építünk ki, nem izélem. Nem gyerekjáték kereskedők vagyunk. Na, szépen dolgozunk, mindjárt végzünk, gyerekek. Ezt megyünk haza, megnézzük ezt az útat. Van itt egy út. 93%-ban van kész, azt írja. Jó, én itt kiemeltem. Meg szépen visszatolunk. Úgy, hogy valami ilyesmire gondolt a keeper. Oké, okay. Aztán előre. Hop, mi van, nem váltott? Esküszöm, nyomtam. Néha, mint hogyha nem érzékelnám valamit, de lehet, hogy én vagyok a béna. Jó, a birkákkal azzal lehetne foglalkozni, ugye azoknak például megint csak izé kell. Víz kell, izém van, kocsim van, lajtos kocsim. Befejeződött, gyerekek, befejeződött, úgyhogy mehetünk is hozzá, jó? Itt lehet, hogy itt ezt még lehúzom lefele. Figyeljetek, hogy nagyjából azért szívesen megcsinálnám. Ez meg olyan hülyeség, nem? Hogy úgy mész dolgozni, hogy felét nem csinálod meg. Oké, hogy most már... Oké, hogy most már mehetnénk haza. De... Ez már milyen dolog, nem? Ez nem bazza. Dolgozni kell. Figyeljetek, valamit adjunk a munkákra, most kettőször kell, egyszer lemegyek, meg egyszer fölfele, azt kész. Ez megvan mégiscsak, nem? Mégis a fele munkát végezzük, hát nem bírom, kielviselni, hogy ezt a fele munkát kell megcsinálnom. Tudjátok, hogy csináltam volna ezt a sorozatot még nagyon szívesen meg? Úgy, hogy ne legyen had, egyáltalán ne legyen semmi kijelzés, ne legyen óra, ott van, ugye, ne legyen óra, ne legyen pénzjelzés, semmi. Mindent kell ilyen fejbe tartani, a valóságban is, amikor közlekedsz, ugye világban, hát miért van hát? Ne viccelj. Ne legyen kilométer óra, se ott van, basszus. Ott a gépel a kilométer óra. Ott van, mindent látsz. Itt van, látod, milyen sebességi fokozatban vagyunk. Ott van az osztómű, ott van, hogy C-be van most például, tök látsz minden, nem? Kilátsz, látod az eszközt, olyan emelve nincsen. Mit kell itt hát? Hát nélkül kell volna játszani, gyerekek. Az sokkal életesebb lett volna. Nem tudod hány óra van, nem tudod esni fog el az eső, onnan a francból tudnám esni fog el az esőit. Otthon megnézhetem, ott az internet, nézd meg, nem? De nem úgy kéne lennie? Hát nincsen hard, bazán, nincs ilyen izé virtuális, ilyen kiterjesztett valóság. Nem? Na. Menjünk a fenébe, gyerekek. Menjünk haza, ott volt alul az út elvileg. Aztán jó vagy, gyerekek, meg vagyunk.
Föl van emelve az eszköz, ha különben nem dörgölnék ennyibe. Jó. Itt az utacska. Valahol megpróbálj. Ez nem út. Ne. Aha, itt is el van. Hát nem tudom, hogy nem tudom, hol fogunk kijutni. De valahogy nem akarok izébe bemenni. Nem akarok földeken keresztül. Legalább megismerjük kis hozzánkat, nem? Itt van valami építkezés. Milyen szar ez, hogy hallod? De jó, gyerekek. Na, de mennyit kapunk egy 3000 körül? Ó, ez itt aszfaltos útra jössz ki. Azt a betyár is járnak itt autók. Hol a szarba vagyunk? Indexelni is kéne egyet. Jó. Ez mi ez? Figyeljetek. Ez valami építkezés, hallod? Vagy valami tüzéptelep vagy, de valami nagyon epik nagy. Tudjátok, mi hiányzik nekem nagyon ebből a játékból? Az, hogy kanyarodás után, amikor egyenesbe visszarakod a gépet, akkor miért nem kapcsolja ki az indexet? És emiatt marad benn mindig nálam, mert annyira belerögződik az emberbe, hogy tök nem kell kikapcsolnod az indexet, hát oda nézzetek baza, itt valami izé, jó, tényleg tüzéptelep, vagy bánya, vagy az Isten tudja, hogy itt is erre lehet menni. Gyerekek, még egy csomó helyen nem jártunk, várjátok, egy helyen. Nézzünk már körül, ilyen játékautó így be. Itt már voltunk? Itt a izé, nem a templom már. Szép, a John Deere jó van. Hopp, ebben már szó. Nem, itt már voltam szerintem, nem? Itt már körülnéztünk? Nem az elvett. Ó, mi ez? Gyalú. Nem, itt már voltam, mert ez a templom mellett van, nem? Igen, itt már voltunk. Itt már körülnézett a keeper. És ezt mindig benézem. Olyan, mint egy markoló figyel így messziről. Betonkeverőbe. Hehehe, milyen jól néz ki! Milyen jól néz ki-e? J-O-H-N-D-E-E-R-E-M-T-Z. Na, veressük. Menjünk haza, bazzát, mit tökörünk? Na ilyen, bazzát, itten körül akarok nézni még egyet. Nem hiszem el, hogy nincs itt valami. Itt középen. Tudja, hogy itt van valami dugva, gyerekek. Nem bírom ki, hogy ne nézzem meg. A bokrosba, vagy valahol. Hol vagy? Játékautó. Nem, itt nincs játékautó legközelében. Nem hiszem. Csokolom! Ne tetszem villogni, mert megijedek. Hát én nem látok bazza. Ha honnan meg nem szép ez a traktore? És az, hogy mindig folyamatosan külső nézetben játszol, vagy belső nézetben, ez ad hozzá egy olyan feelinget, hogy ilyen tök ott vagyok feeling. Nem? Ez ilyen, minthogyha ott lennék érzés. Képzeljétek el, hogy mi lesz majd egy ilyen 10-15-20 év múlva, mikor már ilyen ultra-realisztikus grafikával tudsz játszani, és mármint azért, ez is jól néz ki persze, de ott már ugye olyan lesz, hogy mondhatni, mint hogyha ott lennél, érted? Mármint, hogy olyan szinten ugye tudnak modelleket csinálni, meg textúrákat, hogy mint a valóságban, akkor az már milyen kemény lesz. Na, megjöttünk gyerekek. Visszahoztam a Verdát, ide le is rakjuk, hol a biciklém? Mindig elfelejtem volna a biciklém. Oké, okay, az indexet meg behagytam, várja. Tökéletes. Menjünk hazafele! Okay. És haza megyünk, gárvesszük, és megnézzük a birkákat, hogy akkor hogy tudnám tenyészteni. A birkákat hogy tudnám tenyészteni. Az lesz a következő projektünk. Mert füvünk az van bőven. Egyébként vannak még fáink is, azokat is ugye el tudnám adni. Abból is tudnék egy kis pénzt csinálni. Hát a kicsi gazdaságom, gyerekek, figyeljetek, ennél jobban, gyorsabban. Szerintem a valóságban sem menne, hát belegondoltok, egy csomót el kell járni dolgozni. A disznók is, ugye kettő disznót tudtunk menni, tök örülünk neki. Hol vannak a disznók? He! Fel vannak az oldba. Hol vannak-e? Jó, akkor minden oké. Na, vegyük át a dolgot, és megnézzük, hogy mennyi. Van-e itt egy kis üzemanyagom, hogyha majd kifogy a
Kifogy a. Na, nézzük meg akkor. Munkából befejezve. Jó, lett egy kis pénzem. Megnézem, hogy mennyire építenének föl nekem egy. Egy állatok. Birka. Úristen, 26 ezer a legkisebb, és ez ilyen nagyon nagy. Gyerekek, 26 ezer a legkisebb, azt a betyár, gyerekek. 26 ezer, kellene egy kisebb, hány darabos, hány férőhelyes? Ez 15. Figyeljetek, kell nézni valami modot majd, csirkék. 6 ezerért már tudnék nézni egy csirkét. 6 ezerért lehetne csirkét. Nem tudom. Méhek, van méhészet. De jó. Tudnék miért, és ez hogy működik? Hogyha kaptárokat mezőhelyzeted, akkor bizonyos termékek. De jó. Van, tudnánk mészkedni. És valami központi hely. Itt, aha. Gyerekek, tudnánk mézkedni. 1100 egy kas. Mézet termelnek. De várj, ennek nem is kell akkor izé. Nem is, csak annyi, hogy ezt meg kell hozzá vennem. Gyerekek, van 3800, azon 3 darab mékast kellene vennem. De jó. Mékast akarok venni, gyerekek, mékast. Hova rakjuk a mékasokat? Nem tudom, hova rakjam a mékasokat. Ide rakhatnám, ide mellém valahova. Várj, ez hogyan kell ezt forgatni? Aha. Merre néz ez, bazza? Aha, erre néz, jó. Gyerekek, rakjunk mékasokat. És akkor fogok bemodolni majd izét. Hogy nevezik azt? Nem tudom, hova rakjam a mékasokat, annyira érdekel. Tyúkokat akarok még tartani. Hát figyelj, 3 mékas, az bőven elfér itt. Igazából oda nem járom be, nem? Nem tudom, melyik az eleje, de jó van. Szerintem ez lesz az eleje, így. Ide rakunk 3 mékast. Jaj, kijöttek a méhek! Beszarsz neki, tök jó! Járnak ki a méhek! És ugye kell vennem egy ilyet is. Hogy hova kerülnek a raklapok. Hát mondjuk ide mellé, nem? Ez tök jó. Ó, oda kerülnek a raklapok. Jó, hát ez elég furán lett leragva. De nézzük meg! Dörögnek a méhek! Itten dörögnek a méhek! Nem hiszem, de mennyire jó! Srácok, és akkor ide kerül a víz. Hát ez lehet, hogy nem a legjobb helyre lett, nem tudom, hogy ez mennyire fogja zavarni az. Várjátok, ezt lehet, hogy el kéne adnom. Bocs, de itt nem tudom csinálni, nincsen internet. Itt van csak internet, és ezt nem akarom semmiképp elengedni. Várj, az P-nél van. Nem jó helyre került ez neki szerintem. Hol van, hogy garázs? Hogy az enyém? Az én cuccaim hol vannak? Hogy tudom eladni ezt? Aha. Nem tudom. Eladás. Jó, igen. És akkor veszünk egy másikat, mert ez nem jó. Állatok, tök jó. És mi az az egyebek? Kutya? Kutya nem kell. Gyerekek, ezt nem tudom, hogy... Hogy üljön a méz? Itt mögötte? Jó lesz itt mögötte, nem? Ott gyűlik a méz, gyerekek. Ez nagyon király. Van, méhészkedünk. Igaz, hogy 190 eurón maradt. Amiből nem megyünk-e búcsúba, de vannak méheim. És akkor ide fog gyűleni.
Elvileg, remélem, hogy jól csináltam. Viszont birgákat te mindenképp akarok, mert el kéne menni, elbiciklizek a boltba. Úgy csak hiába biciklizek a boltba. A bolt környékén megnézem a játékkocsikat. A gyerekek, na vannak állataink, vannak méheink. Kíváncsi leszek, hogy mennyi mézet termel, és azt pont itt el tudom adni gyerekek, mert ugye itt van a méhészet mellettünk, gondolom itt lehet eladni. Ó, neki adtam méhészkedni. Ez nagyon jó. Okay. Itt a bolt környékén megnézem, hogy nincsen véletlen rejtett tárgy, mert itt annyit járok ám, itt a tulajautója biztos, itt annyit járok, azt mégis sem néztem meg még. Jó, pillanat. Tehát nem lehet elmenni, jó? Egy kaszát nagyon szívesen mennék például. Ott szerintem ott van egy valami. Ott van a tartályautó, és ilyet már egy csomót találtam, nem mondom nektek. 7 darab van még előleg ebből. Jó, találtunk legalább még egyet. Ha valahol láttatok, nyugodtan írjátok meg, azt vissza fogunk menni érte. Szerintem több nincs. Meg kellene néznem, egy kaszát nagyon szívesen mennék. Hogy mennyibe kerül a kasza? Gyorsan ránézek, jó gyerekek? És azt hiszem, hogy a modoltaknál... Várj, nézzük meg, hogy... Hát, hogyha van olyan, hogy ilyen fűnyírószerű valamicsoda. Olajbogyó technológia is van már, ugye? Kaszálógépek. Nincs ilyen pici? 14 000! Oda nézzél, milyen jó! De jó! Ilyen kézi! Ez nagyon nagy, nagyon tetszik. Ilyen rotokapaszerű. De ugye? Mindjárt. Fűes területek gondozása. Kaszálógépek, itt is megnézzük őket, 12 000, 9 000, 52 000, 15 000. Ha a modok között ugye vannak érdekesek, de mit van 3500 ére ez? Szerintem egyébként az is jó lenne, mert simán az MTZ-vel el tudnám rángatni, azt le tudnám vele kaszálni. Jó, valószínű, hogy ezt fogjuk megvenni, ez egy ilyen nagyon klasszik cucc. 80 lovas traktor azért kell neki, 1,6 tonnás, nem is olyan kicsi ez a cucc, gyerekek. Ez elég széles, olyan nem tűnt olyan nagynak. Ezzel fogunk dolgozni, 3500-at össze kellene koppintani, meg akkor elkezdünk majd foglalkozni a birkákkal is. Na, köszönöm szépen a figyelmet, rájön nem tetszik, hogy elkezdtünk mélyezkedni, nagyon kíváncsi rágyok rá, soha nem csináltam még egyébként. Hát nem is olyan sokat játszottunk Farming Simulator 22-t hozzá. Mindenképp kell valami munkát vállalni. Nagyon bízom benne, hogy neki kell állni lassan, már betakarításos munkákat el fogjuk kezdeni, és az valószínű, hogy nagyobb pénzt hoz. És ott szerintem megint úgy van, hogy minél a maradékot eladod, akkor az még ilyen plusz összegként ugye hozzád kerül, mint például a bálállásnál, és az meg egy ilyen tök jó kis dolog lenne. Jó, itt tudjuk csinálni ezt a munkát is. A gyerekek, ilyen tipikus ilyen gazdaság, nem? Ilyen... Ó, hogy futott, megismert! Szia! Az anyádat ráverik a zsengedre! Menjél befelé! Mit csinálsz? Normális vagy? Jó, ne futkozzad le magad, mert éppen bemhes vagy. Van, ó, van kultivátorunk. Dörögnek a méhek. Nagyon szuper. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, várlak benneteket a következő részbe. Fogok nézni ilyen háztáig is baromfiólakat, meg birkaólakat, meg mindent, hogy abba tudjunk azért normálisan ilyen kis háztáji jelleggel dolgozni. Hát, nagyon tetszik egyébként, nagyon jó. Na, köszi szépen, sziasztok!